Sziasztok! Ez a Pergamára hány szavak csatornája, és a mai videóban két trailerre fogok reagálni. Egyetlen egyszer csináltam ilyen videót, amikor a Witchernek kijött az előzetese, amit már nagyon-nagyon vártam, és arra gondoltam, hogy van kettő film, az egyik sorozat, aminek nagyon-nagyon kíváncsi vagyok az előzetesére, és még nem néztem meg. Nem tudom, hogy hogy tudtam eddig elkerülni. Igazából nem akarom annyira, hogy lelőjön dolgokat, de azt gondoltam, hogy nézzük meg együtt. Biztosan ti is nagyon várjátok ezeket az adaptációkat, és reagáljunk rá. Az első természetesen a Jó kislányok kézikönyvet gyilkossághoz, amiből Netflix adaptáció készül. Augusztus 1-én lesz a premierje. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és nem tudom most ezt, hogy ez most film, vagy sorozat. Egy évad. Szerintem sorozat lesz, én remélem, hogy sorozat lesz, mert bőven van annyi a könyvekben, meg ugye 3 könyv van, szóval ez lenne a könyv. Hát nagyon sok potenciál van benne, és szerintem nagyon jó a szereplőgárda, nekem nagyon-nagyon tetszik a főszereplő színésznő. Valahogy így képzeltem el Pipet, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Nézzük is meg. My name's Pip Fitzmoby. For the last few months I've been investigating the Andy Bell case. Oh, and just so you know, they got the wrong person. They're not brave like you. They're too scared to do. I always believed that your brother was innocent. So if he didn't, who did? Guess that's what we need to find out. There were a million discrepancies about that night. Any one of them could have killed Andy. What are you girls talking about? Tennis. Nudes. Jó, nagyon tetszik eddig. Max Hastings, he's twisted. Be careful. You've been stalking me. Such a good girl, Pip. And if they find out you're looking for them, isn't there a chance they could come after you? She's gonna win badly. Ez nem tudom, mi volt, erre nem is emlékeztem. Kicsit elvisz ez a trailer valami nagyon misztikus felé. It was 5 years ago, and everyone except for you wants to forget it ever happened. Just trying to find out the truth. So I was an only suspect, which means we're already one step ahead of the police. Nice work, Sarge. Sarge? What are you gonna do? You'll see. It's time to give this up. I thought he lost Sal. I don't want to lose you too. Who was Andy Bell? This power's yours. Take it. Nagyon-nagyon jó. Nagyon tetszik az egésznek a hangulata. Nagyon tetszenek a ruhák. És Pipet szerintem hihetetlenül jól eltalálták, vagy nem tudom, nekem legalábbis tökéletes. Pontosan ugyanígy képzeltem el. Nagyon-nagyon jó az, ahogyan kezeli ezt a nyomozós dolgot, és hogy mit lehet ebből kihozni. Nagyon kíváncsi leszek, amikor majd már podcast lesz. És nagyon remélem, hogy ezek a naplók bejegyzések így megmaradnak. Mert gondolom, hogy Pip fogja mesélni a történetet, de hogy jó lenne, hogyha a különlegessége a könyveknek megmaradna. Meg ugye nyilván itt vannak ilyen dokumentumok az egész nyomozás során, szóval ez a mixed media, ami van benne, ez nagyon különlegessé teszi. Úgy látom, hogy a halott lány is majd meg fog jelenni, ami szintén jó, szerintem abszolút máshogy nem lehetne visszakövetni azt, hogy mi történt vele. Szóval nagyon bizakodó vagyok, igazából nekem eddig ez alapján minden tetszik ebben. Most ezt nem értettem, hogy miért volt benne ez a szellemes dolog, de ezen kívül szerintem tényleg hozza azt, amit a könyvek is hoznak, és nagyon jók a megérzéseim. Egyébként nem izgulok, hogy nem olyan lesz, mint a könyv. Az igaz, hogy az első részt már viszonylag régen olvastam, úgyhogy nem biztos, hogy szóról-szóra fogok emlékezni az egész történetre, de ez csak jó, én jobban szeretek így adaptációt nézni, mert nem az van, hogy tegnap olvastam a könyvet, és ezért az összes kis változtatás rögtön a fejemben van, hogy na, ez nem így volt a könyvben. És nagyon várom, hogy visszacsöppenjek a világba, anélkül, hogy újra olvasnám a könyveket, bár azt is szívesen megtenném. Nem tudom, hogy mennyire lesz
durva, hát gondolom, hogy könnyű lesz, nem is annyira az első rész a durva, a második és inkább a harmadik, mert azt viszont nem szeretném, és ez nagy félelmem, hogy olyan legyen, mint a 13 okon volt adaptáció, ahol a könyv elviselhető, mert olvastam utólag abból a könyvet, és az nem volt egy ilyen nagyon, nagyon megrendítő, meg nagyon-nagyon durva, viszont a film az meg annyira nagyon komolyra csinálta meg ezt az egészet, és nem is annyira az első évad, mert oké, meg kellett történnie abban, aminek meg kellett történnie. Nekem akkora traumát okozott az a sorozat, hogy abba is hagytam, és nem szeretném, hogy ide vigyék el ezt a történetet, mivel hasonlóan tini, hasonlóan durva dolgok vannak benne, de nagyon jó lenne, ha megmaradna ez a könnyű élvezhetősége is, meg a jó kis stílusa, ahogy Pip gondolkodik, azt szerintem nagyon sokat dob a történeten, és hogy az elején még annyira nem durva ez a történet, úgyhogy én nagyon remélem, hogy nem fog traumát okozni, mert mostanában mindent annyira keményre csinálnak meg, hogy hatással legyen az emberekre, amit nem szeretek. Úgyhogy ennyi félelmem van ezzel kapcsolatban. A másik pedig, amit meg fogunk nézni, az a Velünk véget ér, és ennek a film trélere, mert már ez is mindjárt érkezik, és már nagyon-nagyon régen olvastam ezt a könyvet, de nagyon-nagyon szerettem, és amikor meglett a szereplő válogatás, akkor nagyon sok mindenki kiakadt. Szerintem Blake Lively öreg ehhez a szerephez, de egy gyönyörű nő, és amiatt talán, én úgy hallottam, hogy terhes volt, vagy éppen előtte szült, nem tudom, mielőtt forgatták volna ezt a filmet, ezért ilyen tök fura, bő ruhákba mászkált ott a képeken, úgyhogy kíváncsi vagyok az előzetesre, és a férfival se voltak megelégedve nagyon sokan. Igazából én már minél többször látom őket így képeken, elfogadtam ezt a szereplőválogatást, mivel már régen olvastam, nincsen annyira preferenciám, hogy hogy néznek ki a szereplők, mert már nem emlékszem, hogy hogy képzeltem el őket. Úgyhogy kíváncsi leszek, azt már láttam az előzetese alatt, hogy valaki kiakadt azon, hogy pont azt, hogy a csávó egy erőszakos barom, azt lelövi az egész előzetes is már, holott ez egy hatalmas dolog volt a könyvben, amikor olvasták. Igen, ezt megértem, viszont ez egy film, a filmnek operálnia kell valamivel, hogyha a film nem lövi le rögtön azt, hogy ez egy ilyen bántalmazó kapcsolatos dolog lesz, akkor végül is mi mással reklámozza ezt az egész történetet. Ha azt reklámozza, hogy ez egy kedves szerelmi történet, akkor elmész, és utána felháborodott leszel, hogy ez egy sokkal-sokkal komolyabb dolog, mint amit sugalt az előzetes. Szóval nagyon nehéz döntés ez a filmkészítők részéről is, hogy lelőjük-e ezt a fontos momentumot, vagy ne lőjük le. No, de hogy mindenki így beszél erről a könyvről, ez szerintem nem olyan rettentő nagy titok, hogy lesz benne családon belüli erőszak, ez a lényeg a kötetnek, de igen, valóban nagy kérdés, hogy mivel ez egy ilyen nagy pofon az olvasónak, meg a főszereplőnek is, ezért érdemes lelőni ezt. Na hát, nézzük akkor az előzetest. We gather storms, never knowing what they'll mean. Hey Lily, you wanna do the honors? No, you go ahead. I need to take it in from here. I was hoping you'd say that, okay? Oh my god! Oh, that's my brother Ryle. The first official customer? Well, you'd have to buy something to be considered a customer. Right now, you're just loitering. We all have an idea of what love can be. I want to see you again. Now you see me. You know what I mean. That special connection you feel. That first kiss. But 15 seconds. That's all it takes. Engem már a hideg ráz ettől a trélertől. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Szóval nekem nagyon tetszik Lilinek a virágboltja. Szerintem gyönyörű. Nekem tetszik, aki a csávót játsza. Elég karizmatikus, és olyan jó fiús, de úgy el tudod képzelni azt is, hogy rossz fiú. Úgyhogy szerintem ez jó választás volt. És nagyon tetszik, hogy az elején igazából ezt mutatja be, már a tréler is, hogy megtalálod a párod, tök jól el vagytok, és aztán hopp, beüt valami. Úgy látom, hogy erotika is lesz benne,
már a trailerben voltak jelenetek, úgyhogy ez biztos nem fogják kiadni, ez tényleg egy felnőtt filmnek készült, és most nagyon-nagyon megjött a kedvem, mert végre nem egy sima romantikus történet lesz, és nagyon várom, hogy egy ilyen komoly sztorit kapjak, komoly szereplőkkel, de közben meg mégis legyen benne ez a kis romantika, amire úgy vágyik az ember. Szóval nekem eddig nagyon tetszik. Nézzük a sötét részt. To completely change everything. I'm so sorry. We gather storms, never knowing what they'll mean. Atlas. Lily Bloom. It's been a long time. Yeah. What are you doing in Boston? I opened my flower shop. I still remember the day I saw you in the window. Yeah, we were just kids then. Is that your guy? Yeah, that's Ryle. Even on my worst day, what happened? There's a trip. You gave me, 'cause I loved you. You love him now? I love you. It wasn't my question. I didn't have it in myself to go with me. If one day you had a daughter, what would you say to her? She came to you and said the person she loved was hurting her. What would you say to her? And I can go anywhere. None of this is your fault. As hard as this choice is, we break the pattern. Or the pattern breaks us. Hát szerintem ez egy nagyon fontos könyv és film. Hiába kötnek bele annyian. Az egyetlen dolog, amiben én is bele tudnék kötni, az az, hogy ez már az előzetesből is látszik, hogy egy szerelmi háromszög. Tehát, hogy már akkor visszajön egy gyerekkori szerelme, aki igen, nem a legkarizmatikusabb csávó, akit választottak, amikor ő már elkezd küzdeni a házasságában. Tehát, hogy aki olvasta a könyveket, vagy a könyvet, mert elég az első részt, az tudja ezt, és igen, azt én sem szeretem, amikor rögtön van egy másik opció a képben. Tehát, hogy ez a való életben nem mindig így működik. Attól, hogy kilépsz egy kapcsolatból, vagy attól, hogy megromlik egy kapcsolatod, nem lesz rögtön ott a B opció. Nagyon, nagyon durva, nagyon tetszik, amikor azt mondja Blake Lively, hogy ha lesz egy lányod, annak mit fogsz mondani? Tehát, hogy annyira komoly dolgok ezek, és igen, egy könnyen fogyasztható történetként van tálalva a történet, de attól még nagyon kemény ez. Ez is augusztusban jön, mindjárt mondom, hogy mikor. Augusztus 9, úgyhogy egyszerre két nagyon-nagyon jó történetet fogunk kapni. Rettentő izgatott vagyok ezek miatt, mert nagyon kevés adaptáció van mostanában, ami ennyire érdekel, ennyire szeretném látni, és ennyire izgulok miattuk, mint ez a kettő, úgyhogy nagyon el leszünk kényeztetve augusztusban, és fú, hát fenntartom, hogy az It and With Us, az nagyon meg fog bőgetni mindenkit, engem is. A jó kislányok meg nagyon oda fog szögezni, úgyhogy én nagyon remélem, hogy egyszerre több rész is ki fog jönni, és nem az lesz, hogy aztán fél évig kell várni a másik felére, vagy nem tudom. Úgyhogy én remélem, hogy ti is nagyon várjátok ezeket az adaptációkat, és hogy az előzetesek nem lőttek le számotokra olyan nagyon sok mindent. Augusztusban mindenképpen nézzétek meg ezeket, én biztos, hogy megfogom. Ennyi is lenne ez a videó, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, sziasztok!